Átadták az érdemes diák kitüntetéseket a Csornai Hivatalban. Az ünnepségen készített felvételinket láthatják. Szeretettel köszöntöm Önöket Csornaváros önkormányzata nevében a 2017. évi érdemes diák díjak átadó ünnepségén. Köszöntöm dr. Bonáné dr. Németh Katalin polgármesterasszonyt, Major András alpolgármester urat, Szalainé dr. Németh Anna Mária jegyzőasszonyt, Berkiné Sokorai Tünde aljegyzőasszonyt, az oktatási intézmények vezetőit, osztályfőnököket, szaktanárokat. Külön köszöntöm a meghívott érdemes diák díjra jelölt diákokat, szüleiket, hozzátartozóikat. Felkérem dr. Bonáné, dr. Németh Katalin polgármesterasszonyt ünnepi köszöntője megtartására. Sok szeretettel köszöntöm Önöket Csornaváros önkormányzata nevében. Én már 20 éve jutalmazzuk az érdemes diákokat a tanév utolsó hetében. Az oktatási intézmények javaslatai alapján kerülnek kiválasztásra a díjazott tanulók, akik tanulmányi eredményeikkel, közösségi munkájukkal, a társaikhoz való viszonyukkal, segítőkészségükkel érdemelték ki Csornaváros érdemes diákja címet. Felemelő érzés az örömöt, a csillogó tudásvágyat látni a szemetekben. Ti vagytok, és lesztek a következő évek generációk számára a példa, hogy a jó és kitartó szorgalomnak, munkának van értelme, és érdemes küzdeni a kitűzött célokért. Ti mindannyian a tehetségetekkel, a kitartásotokkal, a tenni akarásotokkal érdemeltétek ki, hogy tanáraitok javaslatára méltók legyetek erre az elismerésre. Életetek ezen szakasza most lezárult. Azonban ne aggódjatok. Ha valaki, hát ti elmondhatjátok, hogy megtettetek mindent annak érdekében, hogy egy szép és boldog időszak kapuja nyíljon meg előttetek. Köszönjétek meg tanáraitoknak, hogy ennyi éven át támogattak, segítettek benneteket. Átadták tudásuk legjavát, hogy tovább vigyétek, hasznosítsátok, és az élet bármely területén megálljátok majd általa a helyeteket. Köszönet életi természetesen a szülőket is, akik mindennapjaitokat segítették, és áldozatokat hoztak azért, hogy tervezett utatokra léphessetek. Egyet kérek tőletek. Ne veszítsétek el ezt a lendületet. Legyetek büszkék arra, hogy Csornai általános iskola tanulói voltatok, hogy azt a tudást, melyet most magatokkal visztek, azt itt, Csornán szereztétek meg. Mi mindannyian büszkék vagyunk ma rátok, és ti is méltán büszkék lehettek magatokra. Vigyétek jó hírét városunknak. Ne feledjétek, hogy általatok is képet alkotnak mások erről a kisvárosról, itt a Rába közszívében. Szívből gratulálok az elmúlt évek teljesítményeihez, a számtalan tanulmányi versenyen elért eredményetekhez. Csornaváros érdemes diákjának lenni valóban kitüntetés. Bízunk benne, hogy iskoláink jövőre is a bőség zavarával küzdködnek, amikor a sok arra érdemes diák közül ki kell választani azt a néhányat, akik ezen a napon elismerésben részesülnek. Csornaváros önkormányzata nevében még egyszer szívből gratulálok, és további sikerekben és eredményekben gazdag középiskolai éveket kívánok. Köszönöm szépen! A hagyományoknak megfelelően érdemes diák kitüntető címet adunk azon végzős tanulóinknak, akik tantestületük javaslata alapján tanulmányi munkájukkal, sporteredményeikkel vagy közösségi munkájukkal kiemelkedő teljesítményt nyújtottak az alapfokú képzés évei alatt. Erdélyi Eszter, a Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. A osztályos tanulója. Eszter 8 éven át kitűnő tanulmányi eredménnyel zárta a tanévet, amit példaértékű kitartással és szorgalommal, kiemelkedő felkészültséggel ért el. Általános iskolai tanulmányait sok szép és kiemelkedő eredmény kísérte, verseny eredményei között első helyen a biológia tantárterület versenyei szerepelnek. A közösségért végzett munkája is példaértékű és nélkülözhetetlen. Iskolájának minden tanulója ismeri, vállalt feladatait mindig alapos körültekintéssel, tudásának legjavát adva megbízhatóan végezte el. Példaértékű tanulmányi munkája mellett sokszínű művészeti tevékenysége is kiemelkedő. 5. osztályos kora óta tagja a Széchenyi Névdalkörnek, eredményesen vesz részt a művészi munkában. Alsó tagozatos kora óta kitartóan gyakorolva végzi hangszeres tanulmányait zongora tanszakon. Erdélyi Eszter kiváló tanulmányi munkája elismeréseként
Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Pintér Zita Krisztina, a Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. B osztályos tanulója. Zita 3. osztályban került a Széchenyi iskolába. Céltudatosságának, kitartó szorgalmának köszönhetően tanulmányi eredménye kitűnő, többször kapott kiemelkedő tanulmányi munkájáért tantárgyi dicséretet matematika, magyar nyelv és irodalom, valamint német tantárgyakból. Sokoldalú érdeklődését tanulmányi versenyeken elért eredményei bizonyítják. Kiemelkedően szerepelt képzőművészeti, matematika, fizika és versmondó versenyeken, valamint német nyelvi csapatversenyen. Eredményeiért többször részesült szaktanári, osztályfőnöki és igazgatói dicséretben. Osztályát, iskoláját és városát mindig méltón képviselte, bárhol is mérette meg magát. Osztálytársaival jó a kapcsolata, bátran fordulhatnak hozzá, mint személyes, mint tanulási problémák esetén. 4 éve osztálytitkárként vesz részt az osztályközösség és a diák önkormányzat munkájában. Pintér Zita Krisztina kiváló tanulmányi munkája elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Molnár Veronika, a Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 8. C osztályos tanulója. Veronika 8 éven át kitűnő tanuló volt, szorgalma, magatartása példamutató. Nyitottsága, fogékonysága, tudásvágya arra késztette, hogy több területen megméresse magát nagyon szép eredményekkel. Több éven át szerepelt matematika versenyeken, ahol kiváló eredményeket ért el. A német versenyeken szintén jó eredményekkel büszkélkedhet, de öregbítette iskolája hírnevét történelem versenyeken is. Zeneiskolásként is megmutatta tehetségét, hangversenyeken nem csak szólistaként, hanem kamarazenészként is több ízben helyt állt. 7 éven át alkotott a képzőművészeti tanszak foglalkozásain, alkotásaival számos megmérettetésen vett részt. Festészetből alapvizsgát tett. Sokoldalúságát bizonyítja, hogy általános iskolai tanulmányai zenei és képzőművészeti aktivitása mellett táncolni is tanul. Molnár Veronika kiváló tanulmányi munkája elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Kis Géza Máté, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Géza magatartásával, kitartó szorgalmával és 8 évig végig kitűnő tanulmányi eredményével jó példával szolgált osztálytársai előtt. Alsó tagozatos kora óta nagy érdeklődést mutatott a matematika iránt, számos versenyen vett részt szép eredményekkel. Főként a reál tárgyak érdeklik, így különböző természettudományos komplex versenyeken is megmérette magát. Érdeklődési körébe beletartozik a magyar és az idegen nyelv is. Eredményesen szerepelt magyar tanulmányi versenyeken, helyesírási versenyeken, a német nyelvben is sikereket ért el. Évek óta zongorázik. A zenében szerzett tudását is kamatoztatja a művészeti versenyeken és a városi rendezvényeken. Kis Géza Máté kiváló tanulmányi munkája elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Stift Kata Terézia, a II. Rákóczi Ferenc Római Katolikus Óvoda és Általános Iskola 8. osztályos tanulója. Kata 8 éven át kitűnő tanulmányi eredményt ért el, magatartásával példát mutatott minden diák számára.
Közösségi tevékenységével, városi és iskolai programokon és ünnepségeken való részvételével méltán elnyerte mind tanárai, mind diáktársai elismerését. Osztályközösségében elfogadják véleményét, a közösséget összekovácsoló szerepe a diák önkormányzatban való munkájában is megmutatkozott. Alsó tagozatos kora óta érdeklődik a képzőművészet iránt, rendszeres résztvevője volt rajzpályázatoknak, énekversenyeknek. A mese és a próza sem áll távol tőle, kedveli a természettudományos tárgyakat is. Mind egyéni, mind csapatversenyeken, valamint a sportban is megmutatta, hogy lehet rá számítani. Stift Katta Terézia kiváló tanulmányi munkája elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Lieb Dániel, az Arany János Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény óvoda, általános iskola és szakiskola 8. osztályos tanulója. Dani alsó tagozatos kora óta az intézmény tanulója. A kezdeti nehézségek után szépen beilleszkedett tanulócsoportjába, az iskolai közösségbe. Az iskolai versenyeken eredményesen szerepelt. Több az eltérő tantervű tanulóknak rendezett megyei versenyen vett részt csapatban és egyénileg is. Szép eredményeket ért el matematikából, történelemből és természetismeretből, részt vett komplex tanulmányi versenyen is. A közösséget, ahol tudja, szívesen segíti, aktív résztvevője minden programnak. Tanáraival tisztelettudó, társai szeretik, mert szívesen segít nekik, meghallgatja őket. Lieb Dániel példaértékű szorgalma és közösségi munkája elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Horváth Zsanna, a Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola képzőművészet tanszakának végzős növendéke. Zsanna kiemelkedő tehetsége mellett örömteli, következetes munkát végez. Céltudatossága hatalmas energiákat mozgat meg. Ezt bizonyítja a különböző versenyeken, a Győri Tánc és Képzőművészeti Gimnázium rajz- és festőversenyén, vagy az Országos Grafikai Versenyen elért kimagasló eredményei. Festőissége erőteljesen megmutatkozik anyaghasználatában, a felületképzésben, kompozíciói egyéni látásmódot tükröznek. Az alkotás folyamatában mindvégig személyes kapcsolatot teremt és tart fenn alkotásával és annak tárgyával. Hivatásként a képzőművészetet választotta, ősztől képzőművészeti tanulmányait Szombathelyen folytatja. Horváth Zsanna kiváló művészeti munkája elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Vecsei László, a Csornai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola trombita szakos végzős növendéke. László kitartó és szorgalmas munkájának köszönhetően már egész korán sikereket ért el tanulmányi versenyeken. Több arany, illetve ezüst minősítést szerzett a János Somorjai rész fúvós versenyeken, a Magyar Szerzők Dicsérete helyi versenyein, vagy a Sistrum regionális zenei versenyen. Szólistaként növendék hangversenyek, hangszerbemutatók, iskolai rendezvények állandó résztvevője, tehetségét sokféle fórumon megmutatta már. A Rubátó zenekar munkájában is aktívan részt vesz, az együttes tagjaként számos városi rendezvényen, falunapokon, fúvószenekari találkozón, jótékonysági rendezvényen öregbítette iskolája hírnevét. Vecsei László kitartó, szorgalmas munkája elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Hegedűs László Bence, a Timafi László Alapfokú Művészeti Iskola végzős növendéke. László immáron 8 éve a Néptánciskola beiratkozott tanulója.
elvégezte az előképző évfolyamokat, az alapfok 6 osztályát. Az általános iskolai évek alatt rendszeresen járt a tanórákra, betegségen kívül szinte egyetlen alkalmat sem hagyott ki. Táncos tudása pontos, többször kapott főszerepet a koreográfiákban. Részese volt helyi, megyei, régiós, országos és külföldi fesztiváloknak, melyekkel hozzájárult Csornaváros hírnevének öregbítéséhez. Az együttes, valamint a tánciskola számíthat munkájára, mely kimagasló. Több alkalommal fellépett már a felnőtt táncegyüttes műsoraiban. Társaihoz való viszonya a közösség oszlopos tagjává emelte. Táncostársai elfogadják, mint táncost, mint barátot. Hegedűs László Bence kimagasló táncos tudása elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Tarcsai Anna, a Timafi László Alapfokú Művészeti Iskola növendéke. Anna óvodás korától kezdve a néptánciskola tanulója, itt kezdte első táncos lépéseit. A Bóbita óvodában ismerkedett meg először a néptáncos mozgással, így nagy csoport után szívesen jött a néptánciskolába. A művészeti iskola folyamatosan számíthatott és számít a munkájára. Tanulmányi versenyen, regionális versenyen a csoporttal együtt lépett a színpadra. Táncos tudásának, határozott fellépésének, kedves mosolyának köszönhetően többször kapott főszerepet a koreográfiákban. Szívesen részt vesz tanórán kívüli programokban, fellépéseken. Tánc iránti szeretete, csoporthoz való kötődése mind a táncteremben, mind pedig a színpadi produkciókban meglátszik. Tarcsai Anna kimagasló táncos tudása elismeréseként Csornaváros érdemes diákja elismerésben részesül. Minden kedves díjazottnak gratulálunk a kitüntetéshez.